Szeretettel köszöntök mindenkit a másik sajtótájékoztatón. Mezőkövi egyik RCSB, a Segér 27-27. Hát talán az összkép alapján az egér közelebb álltak a győzelemhez, mégis pontosztozkodás lesz. Először Kózár Mordas, a SZB, a Segér vezetőjét kérdezném arra, hogy hogy látta a mérkőzést. Köszönöm a szót, köszönöm mindenkit. Hát a szokásos. Plusz-minusz 1 vagy X. Erre készítünk, erre számítottunk, természetesen az utolsó percben fog elbújni minden. Igen, nekünk állt a mezőn, hát nem számít, hogy mi van az 55. percben, mikor lefújják a mérkőzést, az a lényeg. Szerettünk volna nyerni, de hát a követ csak jött tudálni másodott minket. Első félben úgy gondolom, hogy jó teljesítményünk tudtunk, és itt szeretném elmondani, hogy örülök az új kapusunknak, hogy elmondjanak, hogy így bele tudott állni az első mérkőzésre, fáradból sem van túl, másodat tett hozzá az első félben. A másodikban már neki sem sikerült annyira, hogy igazából a védekezés nem volt jó, mert a következő 7 fokot elleni támadó játékában nem tudjuk, hogy mit kezdődik készítünk be, de ma nagyon tökéletesen játszották be, szinte minden támadásban gólt lőttek. Ami viszont dicséretes, hogy mi is tudtunk gólokat lőni, tudtuk tartani az eredményt, de sajnos a végére mégis elfogyott, és egy utolsó másodperce szinte bravúr szép gólat döntetlenre kihozták a mérkőzést. Én örülök az egy pontnak, meg kell mondjam, természetesen örültem volna nyerünk, de igazságos, hogy azt kell mondani, mert a köves küzdött. Én úgy mondom, ez a követően így első rangodon, nekünk ez egy tökéletes eredmény. Én büszke vagyok ezért a csapatra, mert tényleg megtették a mindent, hogy nyerjen. Hát bízunk abba, hogy hétről hétre ide jobban teszünk, összeállnak a dolgok, és akkor sikeresek a tudom. Köszönöm szépen! Csak oda az egyért kapusát, mert Szövetkoszki szeretném megkérni arra, hogy értik egy mérkőzést. Yeah, please talk about your feelings, tell about something about the match. In the end it was 27-27 and I think it was great for us and the other team because they do a great job. In the end, for me, they get a little lucky. And it was 27-27, but we played in all the game super, but in the end we do some, I don't know what to say, but great game. Jön elmondta, hogy a végeredmény ugye 27-27 lett, ez mind a két csapat számára egyelő lett gyakorlatilag a mérkőzésnek az állása. Talán azt mondja, hogy talán a miénknek a vége egy kicsit szerencséje volt, hogy majd Martin be tudta lőni az utolsó gólt. Mindkét csapat nagyon keményen dolgozott azért az eredményért, és mindkét csapat szerzett egy pontot tulajdonképpen. Thank you very much. Köszönöm. Budai Dániel szeretném megkérni, hogy a mezőkövetők elfogadatóért hogy értékelje a mérkőzést. Igen, itt először is gratulálok az Egernek, ez egy pontot, amit megszerzett. Eddig jól összefoglalta ezt a mérkőzést gyakorlatilag, tehát láttuk az előző mérkőzéseiket, és tényleg jó kézilabdát játszanak, taktikusan játsszák, amit játszanak, és mi sokszor türelmetlenek voltunk, az első félidőben abszolút a védelmünk, a kapus teljesítmény nem igazán tudta megtalálni egymást, és elmaradt a bizonyos emberek az egyéni teljesítménynek is. Ugye, hát sajnos a helyzetben a második mérkőzésben a második az, amikor a kapus a legjobb, tehát 20 körüli labdát fog. Csoda egyáltalán, hogy szereztünk egy pontot. Később vettük fel a fordulatszámot a mérkőzésre. Ezek azért súlyos problémák voltak, és utána 4-5 góra lement az Eger, ott a kezébe tartotta. Aztán visszatudtunk mindenféle cserével, meg forgatással jönni a mérkőzésbe. Több kell, tovább kell dolgozni. Nyertünk egy pontot, én is azt mondom, mert itt a végén egy tényleg szép akcióból tudtunk gólt okozni, vagy gólt szerezni. Nehéz, ilyen mérkőzések várhatóak, és aki lemarad, aki nem veszi föl az elejétől fogva ezt a sebességet, ezt az agresszivitást, ami ide kell itt az alsó házba, akkor azokhoz a csapatok le lesznek maradva. Dolgozunk tovább, voltak pozitívunk is, ugye a Tominak a játéka, majdnem gyakorlatilag a sérülésből majdnem 45-50 percet játszott, nagyon jól játszott, Laci is jól játszott,
tette itt a Martin, ugye fontos pillanatokban bevállalta és megcsinálta. Tehát ki lehet beszedni pozitívokat is. Dolgozni kell tovább, elején vagyunk a bajnokságnak, rengeteg dolgot kell. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, Katonának az egyet pontot, mint egy csapatot, nem is a legyen. Köszönjük szépen.